nagyon jó újra felhúzni az overát, meg jó újra versenyautóba ülni. Nyilván ez egy ilyen visszaszoktató verseny lesz, de azért szerintem teljesen komolyan vettük a felkészülést is, úgyhogy azt gondolom, hogy azért rá tudtam hangolódni arra, hogy most itt legyünk. Szerintem tök nagy vendégsereg van itt körülöttünk, hogy ez is egy tök nagy hype-ot kapott ez az egész Görrali, aztán ez így jobb így visszaülni most az autóba, hogy nem az van, hogy jó van, ezek is mentek, tudod, hanem itt sok ember előtt. Egyből volt Lutra Rally, nekem életem első rallis élménye volt kisgyerekként, amire apum kivitt, de a tény üravazra, úgyhogy örülök neki, hogy most ennyi év után van verseny, és hogy részt is tudunk rajta venni. Ugye ez volt a fontos számomra, hogy tényleg el tudjunk itt indulni. Bő egy éve mentem aszfalton, de akkor is csak egy ilyen kis Zeg Rally show-n, ami nem is mondanám, hogy hosszú verseny lett volna nagy tapasztalattal. Nem sok aszfalt tapasztalatom van ezzel autóval, inkább Murván szoktam menni, az jobban megy, vagy inkább ott szoktam indulni. De mivel a Győr Rally aszfaltos körülmények között zajlik, vagy aszfaltos terepen, így nyilván ezt kellett megoldani. És azért látom, hogy nem lehet az, hogy ide jövünk, és akkor mindjárt meg akarunk verni mindent. Tehát nem is volt ilyen terv. Ennek ellenére volt, hogy ugye Bodolai talán mögöttünk volt, most a büntetés elkerül, de hogy azért mégis van erőt, aki mögöttünk, vagy nagyon boldog vagyok már így is. És azt érzem, hogy minden egyes gyorsasági szakasszal jobban élveztük, és éreztük a féktáv jobb, a kanyarsebesség jobb, tehát folyamatosan gyorsulunk. Utóbbi időben nagyon profi navigátorokkal tudtam menni, és tényleg egyszerűen most látom, hogy mennyivel könnyebb így a dolgom. Nagyon-nagyon jól érzem magam az autóban, végig hülyéskedjük, tehát hogy abszolút jó a kedv. Most van egy kis technikai gondunk, azért vagyok elkeseredve, mert elfogyt a hűtővízünk, aztán alig tudtunk beérni, kaptunk is egy kis büntetést, úgyhogy hát mindegy, majd holnap megpróbáljuk behozni. Kicsit itt elbizonytalanított az, hogy tudok-e én eleget nyújtani ahhoz, hogy jó navigátor legyek, és az első három gyorsaság én azt éreztem, hogy nem. És akkor egy picit elgondolkoztam magamon, hogy nem tudok neki segíteni, oké, hogy érzem, hogy picit mibe kellene javítani, mind nekem, mind pedig neki a vezetésben, de valahogy úgy nem jött az érzés. A második körtől viszont teljesen kisimult, és tudtam szerintem egy picit gyorsítani is a tempóján, picit így nem leszólva őt, nehogy úgy értsétek. Sokat rángatja a fékkel az autót, és azon nagyon sokat tudtunk finomítani, mert amikor elkezdte, akkor rászóltam, akkor elengedte, és akkor ilyen szép folyatósan át tudtunk jönni. Úgyhogy nem is azt mondom, hogy mekkora szupersztár vagyok, de visszajött bennem az érzés, hogy nagyjából tudom, hogy kéne egy autót kezelni. Vagy legalábbis érzem a jobb oldalra, hogy nagyjából hogy kéne. Plusz elkezdett visszajönni a rally élmény, és azt gondolom, hogy én itt élek igazán. Most döbbenek rá újfent, hogy itt vagyok jól. Tehát, hogy a hétköznapokban is sokat mosolyogok, meg vigyorgok, de itt aztán végképp csak mosolyogni és vigyorogni tudok.
nagyon szűk lassú. Kicsiki. Mi van, Galli? Nagyon türelmes, jó 33. Kicsit jobban kezdtünk, mint tegnap. Nyilván már bennünk volt a tegnapi rutin. Kicsit felpöröttünk. Jó, én nagyon élvezem. Nekem a tényői pálya is tetszik, annak ellenére, hogy elég tempós volt az eleje, de nagyon jó. Nekem ugye az volt az első életem élménye így rally szempontból 91-ben. Úgyhogy most érdekes megélni bentről is ezt a milliót, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. Elma ringet, én még ilyen lassan sosem mentem, nagyon menedzseltük a gumikat. Tudtam, hogy vigyázni kell rá. Ettől egy picit lehetett volna majd a következőben egy picit gyorsulunk. Szóval tényleg azt láttam, hogy a Kristóf beesett, ott meg is kellett lassítanunk elég jól, ott lehet, hogy már jóvá írják. Aztán utána a Tóth Tibi kapott defektet, tehát ezt látva tényleg mondom, inkább beosztuk a gumikat. Itt a városi meg volt egy túlcsúszásunk igazából, ott hagytunk benne, de élvezzük, sok ember van kint, itt van közel hozzánk a verseny, nagyon jó. Szép, bal kettő padló, a balon 300. Nagyon jó, hosszú, jobb 2-23 a balobadali kisbokortól padló, nem ennyi éve korán, az előbb korán bementél. Én szerintem életem versenye, és nem is a helyezés miatt, hanem amit átéltünk így a tesztő bezárólag. Attilával egy nagyon jó barátra tettem szert, és tényleg egyszerűen nem is gondoltam, hogy lehet így versenyt véghez, nem is tudom a szavakat tényleg, hogy ez mindig bennem volt egy kis izgulás, és ez azt most valahogy levette rólam, és végig mosolyogtuk, végig bulisztuk. Egyszerűen egy olyan szuper kis hétvégén vagyunk túl, hogy és az abszolút komfortzónán belüli, hát nyilván látszik időkön is, de lehetett volna még erre nyilván rakni, én is tudtam volna, de nem akartam, mert segít, örültem, hogy visszaül, és ha bebakizunk, akkor az Isten nem mosta volna le, hogy szegény végre visszaült, és akkor beesünk. Autót sem akartam, mindjárt Nyíregyháza, nem akartuk összetörni, úgyhogy ezt elején elmondják, aláírom bármikor, hát ezért jöttünk. Hát nehéz megfogalmazni, amit most éreztem ezen a hétvégén, mert azért amikor először beültem az autóba, akkor azt gondoltam, hogy én félni fogok, és most már nem fog visszajön a rally élmény. Aztán ez az első gyors utánig tartott, és onnantól kezdve végig csak röhögcsértünk, meg nagyon jókat dumáltunk etapon, és nagyon jól esik, hogy így beszél róla a Vili, mert én is csak szuperlatívuszokba tudnék róla beszélni, mert hetedik helyen jöttünk be, én azt gondolom, hogy visszatérésnek ez tökéletes, főleg így, hogy évente egy verseny megy, és amúgy is Murván szokott menni. Mellette nagyon jól kezeli az autót, és nagyon jól éreztem magam, mert nagyon sokszor lefordítgattuk a visszafordítókat nagy kézivel, tudod, meg ilyenek, és tényleg végigvigyorogtuk az egész hétvégét. Ha mindent összevetve nézem azt, hogy a verseny és ahogy éreztem magam, amilyen kikapcsolódást most ez adott, nem pedig stressz helyzetet, akkor életem egyik legjobb hétvégén vagyok túl, mert kicsit ezt olyan laza versenyzésnek tudtam be, tudod, hogy egy picit tét nélkül tudtunk versenyezni, de teljesen komolyan vettünk mindent, főleg amikor a gyorsaságig mentünk, akkor nem volt bohózkodás, akkor mindenki 100%-osan tette a dolgát. A csapatnak is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, meg hát nagyon köszönöm Vilinek ezt az élményt, mert tényleg én úgy érzem, hogy szeretnék rallizni, és jobb egyben van a helyem, mert ott élek igazán, ez most abszolút bebizonyosodott, egy olyan stressz lement rólam itt a célba, egy kicsit ott el is kicserettem, kicsit kicsordultak a könnyeim, újra visszajött az, ami mondjuk, nem tudom, 8 évvel ezelőtt, hogy olyan stresszmentesen nagyon jól éreztük magunkat, és alig várom, hogy újra versenyautóba üljek, úgyhogy nagyon köszönöm Vilinek, nagyon-nagyon jól éreztem magam ezen a hétvégén. Cseh Vilmos és Nagy Attila, gratulálunk!